Számos nehézséggel kellett szembenézni a mezőgazdaságnak az elmúlt időszakban a háború és a járvány miatt. Az agrárminiszter szerint azonban hiány nem alakulhat ki, mert az ágazat több mint 20 millió ember ellátására képes. A földeken ugyanakkor nagy a szárasság, egy hetes áztató esőre lenne szükség. Egy rövid összeállítás után Stefán Zoltán folytatja vendégével. Minden hadrafogható kombájn a földeken, Hivatalosan is elkezdődött az aratás. Amíg tavaly a sok eső, idén az asszály és a forróság okoz gondot a gazdáknak. Az Alföldön például a talaj felső egyméteres rétegéből 130 mm víz hiányzik a telítettséghez képest, így a talajnedvesség is kritikusan alacsony. Csapadék nem várható, de hőhullám annál inkább. Öppettek. És kicsik a szemek. Így néznek ki a kalász szemek a földeken, hódmezővásárhely környékén. Ez egyértelműen a szárasságnak tudható be. A helyi gazdálkodó szervezet vezetője szerint az idei termésre mindent lehet majd mondani, csak azt nem, hogy jó. Itt optimista becslések szerint is a tavalyi öt után legfeljebb három tonna körül lesz a termés átlag katasztrofális és elszomorító a helyzet ebben az ország részben. Az őszi árpákhoz a tavalyinak a közel fele, mondhatom a fele, és ugyanez, vagy még rosszabb az őszi búza esetén. Tehát itt már a 60 40 a tavalyi év 40 át érjük el, úgy néz ki. Már megtörtént az őszi árpának a betakarítása. Dunapatajon az árpát már levágták, napokon belül a búzatáblákban dolgoznak majd a kombájnok. Sietni kell, mert a forróság miatt tovább csökkenhetnek a termés átlagok. Ez a mostani jellegi időjárás, ami ez a 35-40 fokos kánikulát jelenti, nagyon nagy problémát okoz, mivel hogy ez nem érési folyamatot generál, hanem már égetési folyamatot a jelentős uv miatt. Ezáltal a szemek megszorulnak, az érés megszakad, és a minősége, valamint a mennyiség a betakarítható termésnek nem lesz kielégítő. Ennek ellenére az biztosan ki lehet jelenteni, hogy bármekkora is az idei termés bőven elegendő lesz a belföldi igények kielégítéséhez. Kaproncai István, agrárközgazdásszal néztük végig együtt ezt a bejátszást. Jó estét kívánok! Jó estét ennek. kívánok! Idén tehát korábban kezdődött a kalászosok betakarítása, mert a nagy hőség miatt gyorsabban érik a gabona. Itt az imént volt olyan gazdálkodó, aki azt mondta, hogy minőségi problémákat tapasztal, de hogy közben elegendő mennyiség lesz majd a földeken. Mit okoz az a száj? Hát az, az osztály meglehetősen heterogén képet mutat az országban. Az az igazság, hogy ezek a bejátszásban elhangzott riportok, ezek véletlenül az Alföldön készülhettek, mert az Alföld valóban elesett az Alföldön. A Dél-Alföldön készültek, igen. Dél-Alföldön készültek, tehát ott valóban kritikus állapotok vannak a kalászosokat illetően. Dunántúl a jobb a helyzet, tehát a Dunántúlon elég szép az állapot növényeknek, kukoricának is, kalászosoknak is, tehát eléggé heterogén az ország. De most beszéljünk az Alföldről, az Alföldről tényleg tragikus a helyzet. Én ismerek olyan gazdaságot, amely tavaly Árpából 8 -5 tonnát takarított be, hektáronként most nem érje el a három tonnát, és a búzánál sem várható ennél jobb termés ebben a gazdaságban. De ez a helyzet Békésben, ez a helyzet Csongrádban, ez a helyzet Hajduban. Tehát tehát a kalászosok esetében kritikus a helyzet. A kapásokat, a kukoricát illetően sem várható már az Alföldön kimagasló termés vagy jó termés, mert már megviselte ez a szájos időjárása kultúrákat. A Dunátulon itt is megint más a helyzet, ott még akár rekordtermés termés is alakulhat ki kukoricából, mert olyan, olyan az állapota a a növényeknek. Ha a kukorica termesztésben, bocsánat, rosszkor esik az eső, a 100 milliárd forint kies, és ha jókor esik, az plusz 100 milliárd forint, ezt mondta az agrárminiszter, amikor az öntözés fejlesztés szükségességéről is beszélt. Hogyan látja a klímaváltozás sújtja a mezőgazdaságot? Az extrém időjárási körülmények Magyarországot sem kímélik. Milyen kihívások elé állítja az öntözés területén a hazai gazdálkodókat az időjárás? Hát az öntözésnél nagy az elmaradásunk. Az elmúlt 20-30 évben tulajdonképpen verbálisan fejlesztettünk az öntözést, tehát nagyon sokat beszéltünk róla, de igazán előrelépés nem történt. Most talán még kevesebb területet, kisebb területet öntözünk, mint öntöztünk a rendszerváltáskor, kb. olyan 70-80-90 ezer hektárt. És ez azért tragikus, mert gazdagok vagyunk vízekbe. Gondolja meg, hogy Magyarországra befolyik 112 köbb kilométer víz a folyókon és kifolyik 105-106 köbkilométer. Ez a különbség 6 köbkilométer, amit hogyha a hallgatóknak szemléletessé akarok tenni, vagy a nézőknek, akkor azt mondom, hogy ez három balatonni vízmennyiség. Három balatonni vízmennyiséget kiöntöz, kiengedünk az országból, ami csapadék itt esik le. És nagyon komoly harcaink vannak Brüsszellel ezen a területen, mert az Európai Unióban 8-9% az öntözött terület aránya, van, ahol 20% például Észak-Olaszországban, és ott ez már humán pont gondokat okoz, és az Unió ebből kiindulva. Nagyon nehezen engedi az öntözés fejlesztési beruházásokat, holott nálunk nem öntözünk 2%-ot szemben az Európai Unió 8%-ával. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a felkészülés erre a klímaváltozásra sokkal komplexebbnek kell lenni, hiszen az öntözés önmagában nem oldja meg a problémát. Én láttam az alföldön most olyan veteményeket, kukoricát, ahol öntöztek hibrid kukoricát, és bizony eléggé silány állapotban voltak a növények, mert azért a 35-36 fokos kánikula még öntözéssel is kritikus. Tehát itt nagyon komoly genetikai fejlesztésekre, fajtaváltásokra lesz szükség az elkövetkező időszakban, hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak. A klímaváltozás, a hőség és a szárazság mellett a másik legnagyobb kihívást nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag az egész világon, de Európában biztosan a háború jelenti a mezőgazdaság számára is, hiszen nőnek az árak az egyik oldalon és felértékelte az önellátás fontosságát, erről beszél ma már mindenki, és hát a gabona hiányról sokat lehet olvasni, ami majd a fejlődő országokban okozhat óriási problémát, az ukrán gabona hiánya, de például Emmanuel Macron francia elnök is azt mondta, hogy éhínség fenyegethet, vagy legalábbis élelmiszer hiány Franciaországban is. Hazánk mennyire kitett ennek a problémának? Én azt gondolom, hogy hazánk Alapvető élelmiszerekből nem kitett ennek a problémának, hiszen Magyarország a saját szükségletének 120-125 százalékát megtermeli, tehát egy exportorientált mezőgazdasággal rendelkezik, és ezért azt gondolom, hogy ilyen veszély minket nem fenyeget. Egyes termékekből, nem alapvető élelmiszerekből természetesen alakulhat ki időszakos hiány Magyarországon is, de ezek nem alapvető élelmiszerek, tehát nem sertéshúsról, tejről vagy gabonafélékről beszélünk. Ami az ukrán helyzetet illeti, az nagyon nehéz leválasztani a klíma és a COVID hatásáról, tehát egy komplex hatás. Egymásra rakódó Egymás rakódó hatások. Nagyon nehéz leválasztani. Egyet látni kell, hogy Ukrajna a háború előtt egy rohamos fejlődést ért el a gabonatermelésben. 85 millió tonna gabonát termelt, szemben nagyobb ország is, de 15 millió magyar termeléssel, tehát nagyon jelentősen, és ennek körülbelül a felét exportálta. Na most ez a termésmennyiség, ez vissza fog esni, most úgy becsülik, hogy kb. 50 kal tehát a felét fogja megtermelni. És a gond nem is az egész világra, tehát globálisan jelentkezik, hiszen ez a, mennyi, ez a rettentő nagy mennyiség is csak 4 -a, a világ termelésének. A regionális, a regionális hatása jelentős, tehát Észak-Afrika, Közel-Kelet, illetve Kelet-Európa vonatkozásában jelentősenek a negatív hatása. Említette már a koronavírus járványt, az orosz-ukrán háborút, mint egymásra rakódó hatásokat. Ezeknek a tükrében a hazai mezőgazdaság stratégiai szerepe, az mennyire értékelődhet fel? Én azt gondolom, már felértékelődött. A COVID rettentő sok negatív hatása mellett talán egyetlen pozitív hatása volt az agrárgazdaság szempontjából hogy ráismertek a döntéshozók arra, hogy ez stratégiai ágazat, nem, ez nemzetbiztonsági kérdés, hogy magunkat élelmiszerrel el tudjuk látni. El tudjuk látni, hosszú évek óta el tudjuk látni, de ebben az országban az agrárökológiai potenciáljában benne van az, hogy kétszer annyi lakos, tehát 20 millió embert tudunk ellátni Európában, a jelenlegi 12-13 millióval szemben. Tehát nagyon-nagyon komoly lehetőségeink vannak. És mivel a világban az élelmiszerárak emelkednek, ezért nem csak morális kérdés az, hogy ezt megtermeljük ezt a termésmennyiséget, amit tudunk, hanem ez gazdasági kérdés is, hiszen az komoly bevétel, exportbevételt jelent az országnak. Kaproncai István Agrárközgazdásznak köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszéltünk. Én is köszönöm a lehetőséget.